Egy régebbi kép Szijjártó Péterről és Azerbajdzsán külügyminiszteréről, Elmar Mamadiarovnak most a Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetést adta át a politikus New Yorkban. Ahogy idén a belorusz nagykövet is kapott középkeresztet, tavaly pedig Kazahsztán budapesti nagykövete, a jordán királyi család is megkapta az elismerést. Orbán Viktor pedig személyesen adta át korábban a középkeresztet Azerbajdzsánban Ilham Aliyev elnök feleségének. Azerbajdzsán egy minta állam. Egy külpolitikai szakértő korábban azt mondta a Híradónak, a miniszterelnök által gazdasági szempontból minta államnak tartott Azerbajdzsánba tárgyalni is ritkán mennek uniós politikusok. Az azerbajdzsáni emberjogi helyzet miatt igen-igen szokatlan és megütközést keltő, hogyha az uniós vezetők legfelsőbb szinten képviseltek magukat Bakuban. Azerbajdzsán számos kritika érte az elmúlt években, amiért az országban erővel oszlatják fel az ellenzéki tüntetéseket, mondva csinált okokból börtönöznek be újságírókat, elnyomják az állampolgárokat. A magyar-azeri diplomáciai kapcsolatok viszont virágoznak, amióta Magyarország 2012-ben kiadta Azerbajdzsánnak a baltás gyilkosként ismert Ramil Szafarovot. Az azeri katona még 2004-ben Budapesten ölt meg álmában egy vele szomszédos szobában lévő örménytisztet, kiadatása után azonnal elnöki kegyelemben részesült. Az MSZP szerint a kormány kitüntetési gyakorlata csak a saját üzleti érdekeiket szolgálja. A kormány a saját oligarchái gyarapodásának az érdekében folyamatosan kétes hírű keleti autoriter kormányokkal üzletel. Ezek nem diplomáciai kapcsolatok, ezek leginkább üzleti kapcsolatok. A külgazdasági és külügyminisztérium szerint viszont nem válogatnak a keleti és a nyugati politikusok között, a kitüntetéseket azok kapják, akik sokat tettek az országok közötti kétoldalú kapcsolatokért. Példaként hozták fel többek között Colin Bell korábbi amerikai nagykövetet és Eric Fourniert. A francia diplomatát azután tüntette ki a kormány, hogy Emmanuel Macron francia elnök leváltotta, arra a kérdésre, hogy emberi és szabadságjogi szempontokat figyelembe vesznek-e, nem válaszoltak.